Nemzedékek hiányoznak ezekből a padsorokból, mondta Schönberger András pécsi főrabbi, a pécsi zsinagóga felavatásának 150. évfordulóján tartott ünnepségen. Elhangzott az is, hogy a pécsi zsidóságnak 1827-ben lett temetője, majd 1843-tól már imaházzal is rendelkeztek. Az első pécsi zsinagóga a Citrom utcában épült fel 1843-ban, aztán az újabb és nagyobb zsinagógát 1869. július 22-én avatták fel. Ez lett a Dunántúlon a legmonumentálisabb. Azt kérem, hogy ez a nap tényleg az emlékezésnek a napja legyen. Emlékezés arra az időre, amikor megalakult ez a közösség, és ennek a zsinagógának legyen az emlékezetes napja. Tényleg díszei is, tényleg dicsőséges múltunknak jelképe, itt a téren, egy csodálatos téren, Kossuth téren, ez a zsinagóga. Róna Tamás, a Mazsihisz rabbi testületének elnöke, köszöntőjében a talmudikus irodalomból idézett. Három azon dolgok száma, mely minden korban és időben az emberi akarathoz van rendelve. Az első gondolat a kimondott szó. Ez a szó itt és most legyen a köszönet szava. A mindenség urának, aki engedte, hogy ez a mai nap eljöhessen. És egyben köszönet a nagy elődöknek, tanítóinknak, rabjainknak. A közösség szerette volna azt az ünnepséget megismételni, mint ami 1869-ben volt, de 2019-ben egy 6 órás rendezvény már nem kivitelezhető. Viszont ugyanúgy három rabbi szólalt fel a megnyitón, valamint készül egy kiadvány is a régi és az új beszédekből, és azokból az előadásokból, amik az ünnepség délutánján egy mini konferencián hangzottak el. Ezek kis mozzanatokat dolgoznak fel a pécsi zsidóság életéből és múltjából.